Sziasztok! A mai témánk a ceruzarajzolásról fog szólni. Egészen pontosan egy olyan segédeszközről, amit ebben a műfajban lehet használni. Előtte viszont van egy kérdésem. Jártál-e már úgy, hogy addig rajzoltál, amíg a ceruzád ilyen rövid lett? Minden ceruzakészletben van olyan szín, amelyik jobban fogy, mint a többi. Akár azért, mert sokat használod, ilyen például az akvarell ceruzánál vagy a pasztell ceruzánál a fehér szín. Akár azért kopik el hamarabb, mert ez a kedvenc színed, és szereted minden egyes rajzodba beletenni. Bár a legtöbb márkánál lehet egyesével is kapni a színeket, azért jó lenne kihasználni a ceruzát, amennyire csak lehet. Ha már túl rövid, ez egyre nehezebbé válik. Jó pár technikát szinte lehetetlen megcsinálni egy ilyennel. Mit is tehetek ilyenkor? Például kidobom, és húzok helyette egy másik lapot. Vagy használom ezt a ceruza befogó nevű hasznos kis eszközt. Ezzel remekül meg lehet hosszabbítani a ceruzáink élettartamát. Így működik. Befogom a ceruzát, megszorítom itt, és már is úgy használhatom, mint egy hosszú új ceruzát. Mi a Derwent termékét használjuk, ez párban kapható. Egy vékonyabb, a normál foglalatú ceruzákhoz, ilyen a grafit ceruza, a színes ceruza vagy az akvarell ceruza. Ez pedig a vastagabb, ez jó a pasztell ceruzákhoz vagy a szén ceruzákhoz. Gyári csomagolásban ez így néz ki. Miért szeretem? Mert egy csomó technikát még egy rövid ceruzával is kényelmesen meg tudok csinálni. Mert így a végsőkig ki tudom használni a ceruzát, ami egy drágább minőségi terméknél már nem mindegy. Végül, de nem utolsó sorban, mert így kevesebb szemetet termelek. Az eddigi csúcsom, ez a fehér pasztell ceruza, ezt kézben már nem igen tudom fogni, de a befogóval az utolsó morzsákat is ki tudom használni. Remélem tetszett ez a bemutató. További tippek, trükkök, ötletek a YouTube csatornákon láthatóak, nézzétek!